Hölgyeim és uraim, kedves fiatalok, tisztelt sportolók! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit abból az alkalomból, hogy összegyűltünk újra, hogy eleget tegyünk Fehérgyarmat város önkormányzat képviselő testülete határozatának, mely határozat arról szól, hogy a korábbi évben kimagasló sporteredményt elért sportolóinkat, edzőket, oktatókat, szponzorokat, sportbarátokat, régi sportembereket megtisztelünk azzal, hogy átadunk nekik egy serleget, és a serlegen keresztül pedig valamilyen formában az együttérzésünket, örömünket, és azt, ami az embernek további erőt ad, próbáljuk növelni, gyarapítani jelképesen, szimbolikusan. Ez az év olimpia éve. Ebben az évben sokkal nagyobb hangsúlyt fog kapni a sport mindenütt. A hírekben, a tudósításokban bízunk benne, hogy mindez a sportnak további gazdagodását, gyarapodását fogja jelenteni szerte a világban, és itt Magyarországon is. Nagyon fontos az ember számára, hogy épp testben, épp lélek lakozzék. Az a szomorú tapasztalatom, és ez alól tisztelet a kivétel, nagyon sokszor sem az épp testtel, sem az épp lélekkel nem találkozunk. És ahol nincs épp test és nincs épp lélek, ott nagyon nagy baj van, vagy baj lesz az emberi jellemmel. A közösségformálás egyik nagyon fontos eszköze a sport. Az emberré válás egyik nagyon fontos eszköze a sport. A küzdeni tudás, a lemondani tudás, az áldozathozatal, mind-mind nemesíti az embert. A sport, különösen a közösségi sportok összekötik az embereket, a sportolókat. Úgy, hogy mindenki tudja, hogy felelősséggel tartozik mindenkiért. Mert egy nagy csapatjátékról van szó, és ha most nekem nincs kedvem, most fél várról veszem az egészet, azzal lehet, hogy csapattársaimnak és csapatomnak az egész évi munkáját aláásom. De a sportban jó barátokra is szert lehet tenni. Nagyon sok sportoló kötött már élete szóló barátságot, ami megint csak nagyon fontos. Megint csak nagyon fontos, mert ebben a világban, amikor anyagi érdekelvűség uralkodik, amikor elidegenednek, eltávolodnak az emberek, amikor a közösségek morzsolódnak, atomizálódnak, amikor emberi kapcsolatok feldigulnak, nagyon fontos az, hogy legyenek az embernek barátai, legyenek sportbarátai, akikre számíthat, akikhez oda lehet menni, akiktől segítséget lehet kérni és várni, amikor az ember rászorul. És a sport ebben is segít, és még sok-sok más egyébben. Csak tiszteletem azok előtt, az edzők előtt, tanárok előtt, és a sportolók előtt, és szüleik előtt, akik vállalják mindezt, mert ez sok-sok lemondással megy. Ebben a pénzszüke világban nagyon sok áldozathozatalra van szükség többek részéről azért ahhoz, hogy bizonyos területeken eredményeket érjünk el. Mi büszkék vagyunk arra, hogy Fehérgyarmat város önkormányzat képviselő testülete megalkotta ezt a rendeletet, és ennek a rendeletnek a szellemében esztendőről esztendőre, január végén, február végén ünneplő ruhába öltözünk egy délutánra, eljövünk ide és tisztelgünk a sport előtt, a sportolók előtt, a szponzorok előtt, az edzők előtt, a tanárok előtt, azok előtt, akik ezen a területen valamilyen szinten munkálkodtak és munkálkodnak. Így köszöntök most mindenkit nagy szeretettel és nagy tisztelettel, azokat, akik fognak kapni egy serleget, és azokat, akik a serlegek mögött ott vannak, mint háttérbán is, biztosítva mindazt, ami kellett ahhoz, hogy a bizonyos sportban az a sportoló valamilyen eredményeket érjen el. Nagy szeretettel és tisztelettel kérem dr. Tilki Attilát, Fehérgyarmat város polgármesterét, a térség országgyűlési képviselőjét, hogy eme sportgálánkat, ünnepélyes díjátadásunkat legyen szíves megnyitni. Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves testnevelők és kedves mindenki! Ebben a témában harmadszor mondok beszédet, és
Ilyenkor mindig nehéz, mert mindig magammal szemben is, és nyilván a hallgatóság is elvárja, hogy valami újat próbáljak mondani. Hallgattam az elnök úr mondandóját, és nem beszéltünk össze, én is valami hasonló dolgokról szeretnék beszélni. De hát az, hogy mind a ketten hasonlókról beszélünk, vagy beszélni fogok, az azt jelzi, hogy az idősebb generáció az hasonlóan gondolkodik a sportról. Mikor jöttem ide a hivatalba, kis időm volt átöltözni, és ami megfogott, ahogy gyülekeztek a gyerekek, ünneplővel, felöltözve. Nagyon fontos dolog, hiszen azzal, hogy fölveszük az ünnepi ruhánkat, azzal megpróbáljuk megadni bármilyen rendezvénynek a méltóságát. Megható volt látni, hogy jöttek a gyerekek a kísérőkkel, a testnevelőkkel, és fölvették azt a ünnepi ruhájukat, amelyet ünnepi alkalomra szoktak fölvenni. Hiszen ünnep ez számunkra, ünnep, mert a város igyekszik a nehéz anyagi lehetőségeihez mérten megbecsülni a sportolókat, megbecsülni a gyerekeket, a fiatalabbakat és az idősebbeket is. Kevés lehetőségünk van, de én úgy gondolom, hogy fontos, hiszen a megyében talán 2-3 város, aki megemlékezik ilyen módon a sportolókról. Fontos, hiszen ebben a rohanó világban pontosan a sport az a tevékenység, amelyik összeköt és nem részekre oszt. Ismerve a gyermekeket, a számítógép, a televízió világában nagyon fontos, hogy minél többen sportoljanak, nagyon fontos, hogy közösségben legyenek. Én vallom azt, hogy nem csak a csapatsport, hanem az egyéni sportok is összekötik az embereket. Hiszen mit is tanulunk, mit is tanultunk a sporttól? Az eredményeken túl emlékezzünk vissza, mindig mikor valaki elkezdi, akkor valamilyen célt tűz ki maga elé. Milyen eredményt szeretnék elérni, milyen osztályban szeretnék játszani, későbbiekben hogyan képzelném el az életem. Fontos, hogy a mai világban legyen célunk, és fontos az, hogy tudjuk meghatározni azt, hogy ehhez a célhoz milyen állomásokon kell keresztül menni. Hiszen ez egy rendszert ad az életünkbe, és ami hiányzik, ami egyre jobban hiányzik a magyar társadalomból, ez pontosan a rendszeresség. Ezért én úgy gondolom, hogy azon túl, hogy fizikai erőlétünk egyre jobb, azon túl, hogy közösségben vagyunk, elsődlegesen talán ez lenne a legfontosabb, hogy hogyan kell a kitűzött célt az életünkben megvalósítani, és milyen eszközökkel. Parlamenti képviselőként látom azt, és ennek örülök, hogy a képviselők között is egyre többen vannak, akik viszonylag rendszerességgel sportolnak, hiszen talán mi vagyunk azok, akiknek példát kellene mutatni az ifjúság felé. Talán mutassunk mi példát, városi vezetők, országos vezetők, hogy nem különböző kapszulákat kell bevennünk ahhoz, hogy a legnagyobb egészségügyi problémát megoldjuk, az elhízás kérdését, hanem elsősorban a sport, ami megoldja azt, hogy megszabaduljunk a fölösleges kilóinktól. Bár a médiából, különböző műsorokban fogyás, ez jut az eszembe, lehet, hogy van több is ilyen, ugye azt hiheti a kedves televíziónéző, gyermek, idősebb egyaránt, hogy nem muszáj sportolni, csak különböző kapszulákat kell bevenni. Én úgy gondolom, hogy pontosan a sport az, és pontosan a példamutatás lehet az, ami a fogyást, ami az egészséges életmódot megvalósíthatja. Bár mennyire más, most főleg az idősebbeknek szólnék, mennyire más a mai fiatalság hozzáállása a sporthoz, hiszen visszaemlékszünk, testnevelő kollégák, hogy annak idején vagy mi idősebbek, akár egy iskolai, atlétikai versenyen milyen komoly válogatón kellett keresztül menni, és milyen nagy siker volt az, hogyha valaki egy általános iskolát képviselhetett. És sajnos egyre többen szembesülünk azzal, hogy egyre kevesebb gyerek közül kell válogatnunk, egyre kevesebben tartják fontosnak a sportot. Ezért is fontos különösen, hogy ti az eredményeitekkel, az edzők, testnevelők a munkájukkal példát mutassatok azoknak, akik nem érzik még ennek a fontosságát.
Mutassatok példát, hogy a testi és a szellemi fejlődés az közös, hiszen jó erőben lehet jó szellemi munkát végezni. És majd, hogyha kicsit idősebbek lesztek, és előveszitek majd az érmeket és a kupákat, van, aki már többször is kapott ilyen sportgálán kupát Fejérgyarmat városától, akkor azért mindig gondoljatok majd arra, hogy a városvezetés fontosnak tartotta azt, hogy a szerény lehetőségek mellett is, akár egy kupával, akár egy serleggel, vagy tárgyi eszközzel, futballlabdával, kézilabdalabdával próbáljon megemlékezni rátok, és próbáljon támogatni abban, hogy a sport nem csak magatoknak segítettek, hanem a sport eredményekkel Fejérgyarmat város hírnevét öregítitek. Én ehhez kívánok nektek a későbbiekben, és természetesen a nevelőknek, edzőknek, szülőknek jó egészséget és kitartást. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük polgármester úr szavait. Mielőtt sor kerítenénk a díjak átadására, hallgassuk meg a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda 5. T-osztályos tanulóinak műsorát. Fogadjuk őket olyan szeretettel, amilyen szeretettel készültek. A nehéz munka idejébe kiszórott boldog fényedet követte vagyta a rég eltűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember, s fölfelé hágott a napisten, s kigyúltak a hegyormok, s távoztak orfénybe merültek a magasságos erdők. A szépség vagy te sport, a testeket te formálod nemessé, előző romboló vad szenvedélyeket, azért leedzel lankadatlanul. Lábak, karok, törzsek összhangja, és tetszős ütem tőled való. Bát és erőt, te fűzöl együvé, szilárdá és rugalmassá, te tész. Sigasságos vagy sport, igen. Megértésért, igazságért, be sokszor, hiába küzd az ember, hogyha te nem vagy vele, de nálad föllelé. Hiába adnak kincseket az ugró új rekordért, s élete minden percét is hiába, mert csak erő és akarat állíthat pályája csúcsán új meg új határt. Bátorság vagy te sport, izom s erő reménye egy lehet csak, s azt úgy hívják merészség. A bátorság nem vakmerő bolondság, de bátor hite megszerzett erőben. Nyeglék s hazárdok véletlenre lesnek, a te merszed, hogy ismered erődet. Tisztesség vagy te sport, ha tőled jő igaz kincs a dicséret, mert csak derék munkával nyerhető. A versengésnek görbe útjai, s hitvány fogások sorsa büntetés, és megvetéssel sújtanák, aki a pálmát álnok csellel küzdené ki. Az öröm vagy te sport, szabadra testünk örömtől remeg, ragyog szemünk, erőnkben vérviharzik, és tiszta szájra kél a gondolat, nyomasztó sújtól szabadul a lelkünk, s boldog létét újonva hirdeti. A termékenység vagy te sport, megnemesíted az emberi fajt célra törő úton. Beteg csirákat elfajtasz, eltüntetsz foltokat, a tisztaságát bősz méregtől óvol. Erőtől duzzad az atléta, és fiakra vágyik, akik a babért dicsőséggel aratják, úgy miként ő. A haladás vagy sport, szolgálatodra ki méltó kíván lenni, az vigyázzon, hogy teste lelke egyre jobb legyen, kerüljön minden, mi mértéktelen, tökéletesre törjön elnyedetlen, s óvja egészségét legfőbb javát, mint ki a régi mondásból tanul, épp testet választ az épp lélek otthonul.
A béke vagy te sport, a népeket egymáshoz fűző szép szalag, és testvéré lesznek mind általad, önuralomban, rendben és erőben. Mert önbecsülést tanulnak az ifjak tőled, és más népek jellemét is épp úgy megértik és nagyra tartják, hogyha te tanítod őket túlszárnyalni egymást, mert versenyed a béke versenye. Gondolatok a sportról. A fának lélegzésre és sűrű élénkítő mozgásra van szüksége, amelyet szél, eső, fagy idéz elő. Máskülönben könnyen kiszárad. Épp így igen nagy szüksége van az emberi testnek is mozgásra, aktivitásra, komoly testgyakorlatokra vagy játékokra. A sportok a lélek jeges fürdői és a test örökös orvosai. A sport lélek nélkül semmi, és a lélek is a sport nélkül. Észhez erőt ügyesen kapcsolj, s fogsz célra haladni. Küzdeni többekkel, s mindennyit győzni, dicsőség. Tettre nemes verseny, nagyot alkotsz, edzi előnket. Messzi időkre ragyog emléke nyert diadalnak. Versenypályán tűnik fel az igazi erőm. A tornához, a rendszeres testerősítő mozgáshoz nem kell más, csak elhatározás és akarat, komoly akarat. Abszolút becsületesnek kell lennem, becsületesen kell csinálnom, mert ez a nyerés záloga. Aki a sportban nem lusta, az a tanulásban sem lesz az, a küzdeni tudás itt is jól jön. A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emeltőben veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. Sírni csak a győztesnek szabad. Zárt Zoltán, a kapus. De megijedt ez a fecske, úgy elszállt, meg sem áll. Mi lehet az a gömbölyű? Szárnya sincs, nagy madár. Rondabda az, én rúgtam föl, magasra, magasra. Én vagyok a gyerekcsapat, kapusa, kapusa. Ha megnövök, s elérem majd a felső kapufát, én védem a válogatott kapuját, kapuját. Ott már aranysárga labda, repül a fű felett, hű, hogy lőnek a csatárok, de én is ott leszek. Felső sarok, alsó sarok, mindegy az én nekem, mint a mágnes, olyan lesz a tenyerem, tenyerem. Úgy ragad majd hozzá a labda, mint mágneshez a vas, kivédek én minden lövést, ha lapos, ha magas. Nem lőnek gólt én nekem az angolok, brazilok, ha kapura tör a csatár, kifutok, kifutok. Messzire rúgom a labdát, repül a fű felett, ilyen kapus leszek én, ha nagy leszek, nagy leszek. Futballista voltam, de úgy beszéltek az életemről, hogy te szerelmi történetről, de kimondhatná azt, hogy ez nagy lesztori. Nincs időm arra gondolni, menni se fáj, csak futni van időm. Építsetek több sportpályát, kevesebb börtönre lesz akkor szükség. A nagy edző meghallja, mit mond neki a ló, a jó edző azt is meghallja, mint csak suttog. Aki tud emelt fölvel veszíteni, azt mindenki becsüli, de főleg egy összes sportolói. A lehetetlen csupán egy nagy szó, amelyel a kis emberek dobálóznak, mert a könnyebb egy készen kapott virágban élni, mint felfedezni magunkban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás, hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik. Én ott leszek.
városi lakásról. Lehetsz akármi kiskomám. Családapa 9 gyerekkel, tanár a főiskolán, vagy költő, ügyetlen ügyekkel bajlódó bolond, borbélymester, lehetsz lakatos, maszekács, mire még karoddal leszed, de úgysem kapsz városi lakást. Lehetsz melós, akit verker csírek felálmából, akár a polgár, a papagája reggel, járhatsz a hivatal nyakára, és hivatkozhatsz fűre fára, arra, hogy összedől a ház, kapsz választ tőlük nem sokára, de nem kapsz városi lakást. Ám ha jól rúgod a labdát, lábbal, fejjel, külsővel, rüsztel, leveszi előtted kalapját, s minden ember tapsolva tisztel. Lillát kínál a főminiszter, megkéri azt is hány szobást. Ügyedben nem lesz semmi gigszer, tátszán kapsz városi lakást. Mert a focizás nemzeti érdekünk, s tisztesség ne essék, egy jó focistát nem zeni, hazafia szent kötelesség. S jól is jön, ha jön az öregség, egy ilyen aranylábú srác, nem falunél utóra rossz vég, mert ő kap városi lakást. S ne félj, mindegyik gyereked lakáskulcsot hord a zsebébe, a suliban jó cselket verne a lábába, fejébe. S ha mégsem lesz csatár, csak holmi tudós a marha vagy kovács, ez a törvény meg fog lakolni, nem kap majd városi lakást. És a gyerekeknek még egyszer mindjárt nevében nagy szeretettel köszönjük a műsort. Köszöntöm a gálán a megjelent képviselőtársaimat is, köszöntöm jegyzőurat, köszöntöm a hivatal részéről megjelenteket és az intézmények vezetőit. 91 díjat fogunk átadni, először a versenysport ágazatban elért sport eredményeket fogjuk díjazni. Felkérem dr. Tirti Attila polgármester urat, országgyűlési képviselőt, ő adja át a következőknek a díjakat. Az év labdarúgója ország László Fehérgyarmat SC. Köszönjük, polgármester úr! A kimagasló
kiváltó sportteljesítményekért egyéni díjak átadására kerül sor. A díjak átadására felkérem dr. Kanyu András alpolgármester urat. Akkor polgármester úr folytatja a diákodást. A Fehérgyarmati FC utánpótlás labdarúgói közül sereget kaptak Rigó Attila, Kajnai Patrik, gratulálunk a fiatal kézilabdázóknak, további sok sikert!
Fejnyel Attil teniszklub teniszezőinek a diák tétele következik. Rozsányi Anna! Szabó Fanni! Kiosztására kerül sor a következő percekben. Első helyezett a metrósöröző.
nagy Antal! Krisztófer, labdarúgás, a világ
kiegészítő, tanár, edző, Gacsó Jánosné. Thank you.
köszönni Szalisztó Szabolcsnak, előadónak, referensnek, aki e gála előkészítésében derekas munkát vállalt. Köszönetet szeretnék mondani Fábián Ákosnak, aki a technika előkészítésében közreműködött, és Széles Gyula vállalkozónak, aki a rendezvényünk ellátásáról ismét gondoskodik, a másik nagy tárgyaló teremben terített asztal vár mindenki, szeretettel kérem mindazokat, akik még tudnak néhány percet, 10 percet erre az eseményre áldozni, fáradjunk át, egy szeretett asztal vár bennünket, együtt még beszélgessünk, töltsünk el néhány percet, néhány 10 percet. Köszönöm mindazoknak a munkáját, fáradozását, akik a 2007. évben városunk sportjáért munkálkodtak, fáradoztak. A fehérgyarmatiak elmondhatják magukról, ők mindent megtesznek az egészségükért és sokat mozognak. A városban több sportegyesület is működik, melyek közül a legnépszerűbb a kézilabda és a labdarúgás, de emellett teniszklub, lovasklub, íjász és teremlabdarúgó, valamint karate egyesület is van. A város vezetése azt mondja, fontos, hogy évről évre elismerjék a településen kimagasló eredményeket elért sportolókat, és ezt hajelképesen is, de egy-egy oklevéllel vagy serleggel fejezzék ki. Tehát megkapják azok az edzők, akik munkálkodnak, megkapják a sportolók, akik eredményeket érnek el, megkapják ezt a díjat a szponzorok, a támogatók, mert ma nagyon nagy szükség van rájuk. A sportgálán elhangzott, a város szűkös anyagi keretből gazdálkodik, ennek ellenére immár 6. éve rendeznek sportgálát, ahol kitüntetik a diák sport területén kimagasló teljesítményt elért gyerekeket is. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy egy város megünnepelje a sportolóit, hiszen a sportoló gyerekek a sport eredményeikkel népszerűsítik a várost. Másrészt fontos azért, mert a gyerekek testi fejlődése az természetesen kihat a szellemi fejlődésükre is. Az idei gálán 91 díjat adtak át. 2008-ban a város legjobb férfi kézilabdázójának Koncz Lászlót választották. Napjaim szinte minden nap ugyanúgy telik. Kézilabda, kézilabda hátán. Délelőtt munka, vagy esetleg tanulás, vagy számítógépezés, délután este megedzés, hétvégén pedig meg a meccs. Nem csak a sportolókat és edzőket, hanem az egyesületek szponzorait is kitüntették. A város vezetői pedig ígéretet tettek, sportgálák a jövőben is lesznek, és az önkormányzat továbbra is támogatja helyi sportolókat.